Az ünnephez kapcsolódva vasárnap kora este a belvárosi Szent Adalbert templomban tartott hangversenyt a Jászberényi kantátenobis és a 60. Grassalkovics ének együttes. Ezután a Kossuth téren folytatódott a program, ahol Horváth Rihár polgármester beszédében rávilágított arra, hogy életünk során különböző módokon, ám mégis mindig nagyon jó érzéssel éljük át a karácsonyt. Először még gyermekként Jézuskának írunk levelet, majd később családunkkal töltjük az ünnepeket. Minden egyes életszakasznak megvan a karácsony sajátos hangulata. Az életünk párjával az első karácsony. Az első együtt töltött karácsony este. Aztán utána megszületett az első gyerek. Aztán a második, és egyre többen voltunk a karácsonyfánál. Aztán utána, aki tud, megy tovább az időben. Megszületett az első unoka, a második, majd a dédunoka, és egyre, egyre többen voltunk a karácsonyfa körül. És karácsony este nem csak ők voltak ott, hanem akiket valaha szerettünk az életben. Akkor és ott, ott vannak velünk, még akkor is, ha tér és az idő elválaszt minket. Ezt követően a rejt polgármester és Fia közösen gyújtotta meg a város adventi koszorújának negyedik gyártyáját.